soha nem ükkel teli papírdobozok sorakoznak a Vasvári Pál általános iskola folyosóján. Az oktatási intézmény ugyanis első alkalommal hagyományteremtő céllal szervezett egy úgynevezett ruhabőrze akciót, amelynek részeként használt, de még jó állapotban lévő ruhadarabokat gyűjtenek a vasváris gyerekek számára. A kezdeményezés népszerű, rengeteg felajánlás érkezik. Nekem a kisfiam ide jár a Vasvári Pál általános iskolába, és tulajdonképpen tőle értesültem erről az akcióról. Nagyon jó ötletnek tartom egyébként, remélem, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom. Mi is hoztunk ruhákat minden korosztálynak, úgyhogy remélem, hogy jó helyre fognak kerülni. És hogyha lesz legközelebb is, akkor részt szeretnénk venni benne. Sajnos napjainkban rengeteg hátrányos helyzetű gyermek, illetve felnőtt él, kiknek a legkisebb segítség is nagy segítség. Így ilyen például a ruhanemű. Én úgy gondolom, hogy a már kinőtt, nem használt ruhaneműket jobb helyen van a rászorulóknak eljutatni, felajánlani. A barátnőmtől értesültem erről az eseményről. Én a már kinőtt és nem használt ruhákat nem a szemetesbe dobom, hanem a rászorulóknak ajánlom fel, és ez az esemény ez pont kapóra jött. A Vasvári Pál általános iskola igazgatója a ruhabőrze részleteit ismertette. Azt szeretnénk elérni a ruhabőrzével, hogy csatlakozva a környezetvédelem fontos elméletéhez, a szülőknek ne kelljen feleslegesen olyan beruházásokat tenni sínadrágra, sídzsekire, pulóverekre, ami mondjuk megterhelő lehet egy több gyerekes családnál. Ezért azt gondoltuk ki, hogy azokat a ruhákat várjuk, elsősorban vasváris gyerekek szüleitől, amit már kinőttek, de még jó állapotban vannak, és valószínűleg, hogyha valakinek egy elsős gyermeke van, és kinőtte a ruhát, akkor hát, ha jó lesz egy óvodásnak még másik családban, vagy ha nagyobb gyerek van, akkor a kisebbeknek, hát ha megfelelő lesz a méret. Tehát elsősorban vasváris ruhákat várunk, vasváris szülőktől várunk ruhákat, egész héten lehet hozni a felajánlásokat. A felajánlások december 1-ig elhelyezhetőek a papírdobozokban, amelyeket minden egyes nap végén kiürítenek, és az érkezett ruhadarabokat szétválogatják, majd az előttünk álló hét napjain asztalokra helyezik ki, amelyekről szabadon lehet válogatni, illetve cserebérelni.